Az elmúlt napokban több helyszínen zajlottak a salakmotoros EB selejtezői. Olaszország, Lettország, Ausztria és Debrecen után eldőlt, hogy kik jutottak tovább a május 14-i EB Challenge versenyre, melyet a nagyhalász Speedwaringen rendeznek. A motorosok között igazi világsztárok is vannak. Antonio Lindbeck talán a legismertebb név, több mint 10 alkalommal állhatott GP verseny dobogóján és győzött is. 2012-ben Olaszországban és Lengyelországban is nyert, de a 2016-os brit nagydíj és a dobogó legfelső fokára állhatott. Óriási meglepetés, hogy a svéd Antonio Lindbeck is itt lesz nálunk, amit tudni kell róla, hát legalább a Grand Prix vagy 10-szer, már én is láttam 9-10-szer dobogón állni. Tehát aztán a lettek kiválósága az Andrej Lebedev, aki már volt is itten, vagy a német Martin Smolinski, aki szintén ismeri a pályát. Vannak nagyon jó versenyzők, akik már korábban bejárták a nagyhalász Speedwaringet, jó eredménnyel is mentek el, jó szájízzel. Örülök neki, hogy ezek az emberek is itt lesznek, itt vannak, illetve tehát a skandináv országok is tettek magukért, mert Ördán, ha jól emlékszem, abból adja az egyes számú tartalékot is. Illetve a lettek, svédek, dánok, tehát azért kitettek most magukért. Nagyon jó mezőny lesz. Tehát nehéz is róla most értékelni előre, mert rettenetes azonos képességű versenyző, nagyon sok van köztük. A selejtezők skandináv fölényt hoztak, 5 dán motoros is tovább jutott, Madsen, Jakobsen, Jepsen Jensen, Liager és a tartalék Iversen is kvalifikálta magát. Meglepetés volt a finnek remeklése, Lahti és Vulász is ott lesz nagyhalászban, míg Lengyelországot 3-an képviselik, Wozniak, Varina és Zengota. Május 14-én nagyon komoly mezőny jön tehát a Speedwaringre, a legjobbak pedig az EB döntőbe kerülnek, 5-en juthatnak majd tovább. A magyar színeket Magosi Norbert, tartalékként pedig Bárány Márk képviselik. Viselik.